Szeretettel köszöntöm Önöket! Mai vendégem példaképen Lankó József, római katolikus plébános. Üdvözöllek, Józsi bátyám! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon sokat beszélgettünk a műsor előtt, hogy hogyan is szólíthatlak, úgyhogy nehogy félreértsék a kedves nézők, ezért elmondom, hogy tulajdonképpen akkor megegyeztünk ebben a megszólításban, már csak azért is, mert régóta ismerjük egymást. Mindig megszoktam indokolni a vendégeimnek, mert mindenki szerényen jön és nem tartja magát igazából példaképnek. Mindig el szoktam mondani, hogy én miért gondolom azt, hogy helye van ebben a műsorban és példakép. Az egyik olyan nem roma ember vagy, az egyik olyan nem roma plébános vagy, aki szerintem az én álláspontom szerint az egyik legkomfortosabb módon közlekedik a romák között. És főleg azon a területen, ahol nagyon sok roma él együtt, méghozzá Alsó-Szentmárton és annak térsége, kistérsége, illetve az a terület. Úgyhogy én ezért választottalak vendégemnek és példaképemnek, és annak kéne induljunk először is, hogy a te felavatásod vagy pappávatásod után hogyan jött egyáltalán a roma terület, Alsó-Szentmárton, Baranya megye, és ugye egyáltalán az, hogy te mostanra már többek között a cigány ügyekért is felelsz papként. Köszönöm a meghívást, és én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Jézus mondja a mennybe ment előtt az apostoloknak, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Az egyház tulajdonképpen 2000 év óta ezt teszi, minden népnek hirdeti Jézus örömhírét, az Isten szeretetének örömhírét, és ebbe a minden népbe természetesen beletartoznak a cigányok is. Én szándékosan mondok cigányt és nem romát, mert a Szentmárton van a saját nyelvükön ők magukat így, igen, egy beás-muncsány közösség, és ők magukat így nevezik, tehát nekem erre áll rá a szám. Akkor fogadjuk el. Jobban. Tulajdonképpen ugyanaz történt, mint minden paptestvérem esetében, hogy a szentelés után a püspök helyezett, akkor éppen engem Siklósra segédlelkésznek. Alsó-Szentmártoni plébánia maga falvaival akkor oda tartozott, összevonások voltak egy 10 évvel korábban. A plébánosom egy idős ember volt, aki nem tudott autót vezetni, természetesen fiatal káplánnak volt feladata a faluk ellátása, és hát ez egy ilyen meghökkentő élmény volt, hogy egy zárt cigány közösség, homogén cigányfalu elsőként az országban saját nyelvvel, saját kultúrával, és hogy hát ez ilyen kihívásszerűen ért engem ott akkor. Ugyanakkor volt olyan meghökkentő élményem az elején, ami rávezetett arra, hogy az összes ismeretemet és előítéletemet, amit összeszedtem életem során, nyugodtan félretehetem, és kezdjem el megismerni ezeket az embereket. És a Biblia nyelvében pedig a megismerés és a megszeretés az ugyanaz a szó. Tehát, hogy ez történt igazából, hogy megismertem ezt a népet, és megszerettem, és hát ezt aztán az egyház megye mindenkori püspökei eddig örömmel vették, és így vagyok én ott 35 éve már ugyanazon a helyen. Még mielőtt ennyire előre szaladnánk, kíváncsi lennék arra, hogy a te privát közösséged, barátaid, családod, rokonságod, kollégáid, úgymond, hát hogyha nevezhetjük így ugye paptársaidat. Egyrésztről ők hogy fogadták ezt a típusú tevékenységedet, mind a mellett, amit amúgy is ellátsz plébánosként, illetve maga a közösségnek milyen impulzusai voltak az első időkben veled kapcsolatban? A szüleim úgy fogadták, ahogy ezt valószínűleg minden helyzetben szülők fogadják. Édesapám meglátogatott, végigjárt velem mindent, és értette, hogy mi miért történik és hogyan, és nagyon sokat segített a maga módján, főként anyagiakkal ebben a munkában. Édesanyám nyilván sokkal több féltéssel volt irányomban, de tulajdonképpen soha
egy rossz szó vagy ellenző szó el nem hangzott, sőt, hát Hajdan csináltunk táborokat még a szocializmus idején, gyerektáborokat apám Présházában, és akkor a rokonság összefogott és ellátta a gyerekeket, tehát ez úgy természetes volt. A paptestvérek közösségében pedig hát azért ez mindig hivatkozási alap, amit elmondtam, hogy Jézus minden néphez küld bennünket. Egy idő után ébreszt mind a mai napig egyfajta kíváncsiságot, érdeklődést, hogy hogyan van, mi van. Ugyanakkor egy nagyon szerencsés pap vagyok, mert hogy a gondviselés nekem egy olyan lehetőséget adott Alsószentmártonban, hogy végigélhettem egy helyi egyház közösségnek a születését igazából, illetve annak az ajándékát, hogy az egyház által hirdetett örömhír hogyan válik megfogalmazhatóvá, megélhetővé adott esetben a cigány kultúra nyelvén, vagy annak a közösségében. Ennek aztán vannak érdekes dolgai, hogy hogyan talál egymásra mondjuk egy liturgikus ünneplés, meg egy cigány hagyomány, mint például a húsvéti virasztásnál. Arra lennék tulajdonképpen még nagyon kíváncsi, hogy maga a település, megmondom őszintén, idefele jövett, mondtam is, hogy keveset tudok a településről. Valószínűleg mások is vannak így. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen az összetétele, a vallásossága, vagy a hite az adott közösségnek. Tehát, hogy egy ilyen kis bemutatást kérnék tőled a településeddel kapcsolatban, a magam kedvéért, meg azok kedvéért, akik nem ismernék Alsószentmártont és a környékét. Alsószentmárton a Dráva mocsárvidékén épült Hajdan a török után. Eredetileg sokat szorvátok lakták, aztán a 1970-es években kezdődött egy ilyen elvándorlás, mert hogy ott a határsában nagyon nehézé vált az élet, a parasztyok földjeit tészesítették, és főleg a fiatalok elköltöztek, és vették meg a házakat a cigányok egy ilyen szociális kölcsönnel, akik addig is ott éltek a falu melletti viszonylag nagy cigánytelepen. Nagyon népes családok voltak, tehát szükség is volt a térre. Volt ezután egy jó korszak, amikor mindenki eljárt dolgozni különböző állami vállalatokhoz. Én ebben a rendezett időszakban kerültem még oda 1980-ban. Aztán a rendszerváltás, ugye amikor megszűntek az állami vállalatok, akkor egyik nap a másik mindenki munkanélkülivé lett, és ez hozott aztán magával egy csomó nehéz élethelyzetet, apák elvesztették a tekintélyüket, munkanélkülség, mint fölöslegesség érzés, ami aztán különböző nem túl szerencsés kompenzációkkal pótlódik. De nagyon sok jót is hozott, mert azért az emberek mégse adták föl, igyekeznek mindent megfogni. Most nyáron is előfordult az, hogy sokan egy nap, két nap, kétszer mentek dolgozni, két nap számot dolgoztak, egyet hajnaltól délig, másikat meg délutántól késő estig, és tehát igyekeznek mindent megtenni, azzal a közhiedelemmel tétben, hogy hát a cigányok lusták, nem akarnak dolgozni. Ez messze nem igaz, mert a többség az nagyon is akar és szeretne dolgozni. Tehát ugyanakkor meg, mivel egy zárt közösség, itt sokkal lassabban erodálódnak a cigány kultúrának az alapértékei. És ha nézzük, ugye persze nagyon szép, meg látványos a cigány zene és tánc, de nem ez a kultúrának az igazi alapja, hanem az igazi alapja a családnak a szeretete, illetve a hit, az Istenbe vetett hit. És ez a kettő a családon belül adódik tovább, ez adódott tovább mindig is az idők során. Tehát tulajdonképpen, ha úgy vesszük, a cigányok megőriztek két olyan alapértéket, amit hát Nyugat-Európa mondjuk messze elfelejtett már, és vannak is olyan német barátaink, akik rendszeresen jönnek hozzánk, hogy ezt tanulgassák. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan jön össze az életedben az a két tevékenység, ami egyrésztről arról szól, hogy rendszeresen jársz konferenciákra, szakmaértekezletekre, a médiában rendszeresen jelen vagy, a
tudásoddal és azzal, amit képviselsz. Másrésztről pedig koordinálod egy település, egy roma közösség vallási, hitéleti tevékenység, illetve minden egyéb más olyan dolgot, ami őket érinti. Mind a kettőt az én meglátásom szerint nagyszerűen csinálod. Nagyon sokszor vagyok, én magam is tanulja a konferenciákon, hogy milyen nagyszerű előadásokat tartasz. Hogyan tudod te ezt kezelni, ezt a kettősséget? Tehát, mint katolikus pap, mint a közösségnek a papja, és mint nem cigánynak született, akit befogadott egy cigány közösség, tehát otthon vagyok a cigány kultúrában, otthon vagyok viszonylag sok cigány családban, vagy tehát nem, messze nem számítok idegen testnek abban a világban. Azt gondolom, hogy egyfajta kötelességem az is, hogy hírt adjak ennek a közösségnek az értékeiről, vagy ennek a kultúrának az értékeiről, vagy akár ennek a közösségnek a szenvedéseiről, amik megnehezítik az életét. Tehát, hogy alapvetően nem szeretek se ilyen helyen lenni, se konferencián, de hogy ez mégis egyfajta kötelesség. A másik része tulajdonképpen az, ami az evangéliumnak a megélése. Szent János írja az evangélium bevezetőjében, az ige testté lett és köztük lakott. Tehát a szeretetet, az Isten ember szeretetét, azt, hogy az ember Isten képmása, és minden ember Isten gyermeké lesz a keresztségben, és ez egy testvéri közösséget, egyházat képez, ezt nem lehet távirányítással megélni, tehát ehhez jelen kell lenni, osztozni kell az életben, figyelni egymásra, segíteni egyik a másiknak kölcsönösen, tehát hogy a szeretet az igazából élet, és ez történik a hétköznapokban. Ez az, ami aztán szükség szerint akár intézményesül is. És itt már megint csak nem egy egyszemélyes vállalkozásról vagy dologról van szó, hanem az örömhír hirdetése az, amikor intézményesül, óhatatlanul hoz először önkéntes segítőket, aztán munkatársakat, akik ugyanebben a munkában a maguk szakértelmével és szeretetével dolgoznak, pedagógusok, szociálpedagógusok, szociális munkások, vagy akár még szakács, meg egyéb ilyen munkatárs is, akire éppen szükség van. Tehát vannak olyan részei ennek a szolgálatnak, amik intézményesültek. Így van óvodánk, vannak családi napközieink, vannak tanodáink, van egy konyhánk, ahol nem csak az óvodának főzünk, hanem 90 adagot főzünk ingyen konyhaként azoknak, akik éppen idősek, betegek és rászorulnak erre. Tehát, hogy sokféle módon próbálunk segíteni. De ezek a háttere az viszont mindig az egyházból, nagyobb egyházból jön, tehát nem csak a helyi egyházból. Szent Pál kitalálta már annak idején, mikor Jeruzsálemben éheztek, hogy gyűjtött a görög területen az egyházakban. Tulajdonképpen ugyanezt történik, hogy az egyházon belül nagyon jó kapcsolataink vannak, és jön egyfajta segítség a hivatalos egyházon, a Pécsi Egyházmegyén keresztül, de nagyon sok segítség jön német barátainkon, testvéregyházközségen keresztül, ami hát megint csak sokat számít. Igazából megelőzted a kérdésemet, mert tudomásom van arról, hogy a múltban is és jelenben is rengeteg olyan karitatív és oktatással, illetve szociális területtel kapcsolatos tevékenységet és intézményt tartatok fent, illetve ezekhez mind-mind van között, ami elősegíteni az ottani közösség életét. Ha már így belemettünk, arra lennék kíváncsi, hogy mik azok a projektek jelenleg, vagy esetleg azok a tervek, amik téged foglalkoztatnak még, illetve ami még segíteni tudja az ottani közösséget és a te munkádat. Az ember sose választható széllyel különböző alkotó elemeire. Tehát ezt már Jakab apostol írja a levelében, hogy ha valaki éhes, akkor annak enni kell adni, és nem azt mondani, hogy menj és legyél, ahogy akarsz. Tehát, hogy a keresztény szeretet ezt jelenti, hogy egyrészt osztozunk abban, ami van, illetve figyelünk egymásnak a szenvedéseire.
Hála Istennek, segítőknek, munkatársaknak, vannak olyan területek, amiket mondtam, amik hát működnek, és azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest hatékonyan is próbálják előmozdítani, főként a gyerekek, kicsi gyerekek, vagy iskoláskorú gyerekeknek az életét, helyzetét. Természetesen van egy csomó szorongató probléma még, aminek keressük a megoldását. Az egyik ilyen az, hogy miközben az ember a híradásokban azt hallja, hogy Magyarországon munkaerő, illetve szakmunkás munkaerő hiány van, nálunk pedig ott van egy csomó gyerek, fiatal, aki viszonylag kilátástalan helyzetbe szorul tizenéves kora végére. Tehát, hogy hol lehetne ennek az útját, módját megtalálni, hogy ezek a fiatalok olyan képzéshez jussanak, amivel aztán azt a hiányt be tudnák tölteni, és ezzel a maguk, illetve családjuk életét is hát tudnák biztonságosabbá tenni. Ez az egyik ilyen irány. A másik irányja, hogy nem csak jó dolgok jönnek be kívülről, hanem hát egyrésztről ugye a munkanélkülség és kilátástalanság, másrésztről a konzum szemléletnek az erodáló hatása miatt sajnos az utóbbi években bekerült a kábítószer, ezek az olcsó vegyszerek, de nem csak nálunk, hanem főleg a szegény rétegeknél látom ennek a rohamos robbanásszerű terjedését. Nyilván jelenleg az így tudunk tenni, hogy összejövünk anyák, nagymamák, szülők, akiket ez a probléma hát már éget, hetente egyszer imádkozni, hogy megtaláljuk a kivezető utat, de nyilván ennek is lehetne valami intézményesült formája, hogy azokat a fiatalokat, akik belesodródtak ebbe, ám bár szeretnének kijönni, hogyan tudjuk a gyógyulás útjára vezetni, vagy hogyan tudjuk visszatanítani számukra az emberi életet. Tehát, hogy vannak itt még azért kihívások bőven és súlyos dolgokban. És ez gondolom nem csak az adott települést, tehát Alsó-Szentmártont érinti, hanem a térségét, környezetét, mert ugye azt hiszem 20-22 település tartozik a... A plébániában 22 falu tartozik, de ettől függetlenül is ez látszik, tehát hogy ez a fajta probléma ott terjed, ahol a fiatalok beszorultak egy ilyen nyomorhelyzetbe. Tehát, hogy ez egy sajnos valóság, és tehát nem csak az én falvaimban, hanem máshol is szembesülünk ezzel. Tehát nyilván modelleket is kéne erre keresni, hogy vannak persze az országban már ilyen irányú kezdeményezések, de hogy ezt megtalálni, hogy ott a mi helyzetünkben hogyan lehetne ezt intézményesíteni, és aztán fönntartani, működtetni, ami hát nehezebb dolog, könnyű egy intézményt létrehozni, de mondjuk 20-30 évig működtetni, az már nehezebb. Tehát akkor folyamatosan pályáznatok kell nektek is. Hát keresgetünk, igen. Uh-huh. Vannak pályázathoz értő segítőink és munkatársaink is, akik hát megpróbálunk minden lehetőséget megtalálni. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan közösség az egyházmegyén belül, vagy az országban egyáltalán, ami mondjuk több hasonló papból áll, aki a cigányügyet ennyire fontosnak tartja, és hogy van-e ilyen közösségetek, vagy egy ilyen, nem tudom minek nevezik ezt, pasztorációs közösségnek, vagy roma ügyekkel foglalkozó papi közösségnek, hogy többen vagytok-e, hányan vagytok az országban? Úgy is kérdezhetném, hogy hány Lankó József van az országban? Abból hál' Istennek csak egy. De viccet félretéve, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején a Renovábis, a Német Katolikus Egyház segélyszervezete segített abban, hogy összegyűjtsük Magyarországról azokat ismételten, akik valamit is tesznek a cigánypasztoráció területén. Tehát ez azt jelenti, hogy mára átlátható, és tudjuk, hogy hol mi történik, és mi van nagyjából. Megvan ennek a hivatalos egyházi szervezete kerete is, tehát van a püspöki karban egy cigánypasztorációért felelős püspök, dr. Székely János, van országos referens, és minden egyházmegyének van referense, illetve, ami nálunk is ebben az évben történt meg, úgy más egyházmegyékben is hallottam már, hogy van
úgynevezett személyi plébánia, ami a cigányok lelkipásztorálásáért felelős. Emellett még nagyon sok önkéntes kezdeményezés is van, tehát olyanokról is tudunk, ahol hívő emberek egyszerűen a környezetükkel való kapcsolatból meglátják ezt a feladatot, és elkezdenek valamit segíteni tenni. És vannak szerzetes közösségek, akik nagyon elkötelezetten dolgoznak ezen a területen, akár iskoláikkal, akár más programjaikkal, ilyen a Premontrei Nővérek Zsámbékon, az Mária Iskola testvérek több helyen, Esztergomba, Karcagon, de a ferencesek is benne vannak jócskán ilyen programokban, a ferences kis nővérek is. Tehát szép számmal találunk, a jezsuiták is, a verbiták is, tehát hogy hála Istennek ez ugye azt gondolom elég szép számmal vagyunk, akik ezen a területen próbálunk dolgozni. Természetesen minden helyzet egy picit más, másak az aktuális feladatok, és nyilván mindenki ott igyekszik, ahol éppen van. Lenne egy olyan kérdésem, ami, megmondom őszintén, szívügyem. Mit tudnánk azért tenni, hogy egyre több cigány férfi és nő testvérünk lépjen be, úgymond idézőjelbe a kötelékbe? Tehát, hogy legyen esetleg pap, vagy szerzetes rendnek a tagja, vagy akár apáca, vagy ilyen hitélettel foglalkozó szakember, esetleg hitoktató. Tehát én nagyon örülnék, hogyha mondjuk a rendőrségnél, katasztrófavédelemnél, katonaságnál egyre több roma fiatal lenne. Más szakterületeken egyre több roma fiatal lenne, és ugyanígy gondolom ebben is, hogy én mondjuk nagyon örülnék, hogyha egyre több cigány papot látnék, vagy cigány hitoktatót, vagy akár apácát. Ennek az útja természetesen nyitva van, és ez a lehetőség áll. Ott a magunk helyén elsősorban azt éljük meg, hogy vannak cigány óvónőink, dajkáink, szociálpedagógusaink, segítőink, tehát hogy vannak cigányok, viszonylag fiatalok, akik felsőfokú végzettséggel is a saját közösségükben dolgoznak és segítenek. Tehát, hogy ennek ez valahogy egy létező dolog, azt gondolom, amit mondasz. A kifejezetten papi vagy szerzetesi hivatás, az pedig hát hivatás, ami nem azt jelenti, hogy Isten nem hívna ebből a közösségből, hanem én azt gondolom, hogy Isten a hívást mindenki felé elküldi. Az a kérdés, hogy egy-egy közösség, vagy egy családi közösség alkalmas közege annak, hogy valaki közülük meghallja ezt a hívást, vagy aztán, hogyha meghallotta, akkor ez kibontakozzon, és odáig fejlődjön, hogy ebből ténylegesen egyház által elfogadott hivatás, illetve küldetés lesz. De vannak rá példák, tehát vannak szeretes közösségekben is vannak cigányok. Jezsuiták jelentettek meg nemrég egy könyvet, amiben vannak ilyen szeretesek, akik cigányok, illetve papok is vannak. Illetve a pasztoráció területén úgy tudom, hogy önkéntesként is, és egyéb segítőként igen, is. Igen, segítőként is sokan vannak, de ahogy mondom, hivatalos egyházi személyekként is vannak, görögkatolikusok is többen, Kaposvári Egyházmegyében is, Győriben is, Esztergomban is tudok cigánypapról. Tehát több keresztény közösségben, akkor ezek szerint igen. Már... A nyitott ajtókat döngetsz, azon múlik, hogy fiataljaink érzékenyek legyenek az Isten hívására. Így legyen. Józsi bátyám, lassan közeledünk a műsor végéhez. Szeretném, hogyha nekem és a kedves nézőknek hagynál itt egy olyan üzenetet, amiből tudunk aztán építkezni akkor is, amikor már nem látjuk az adott műsort, de emlékezni fogunk rá. Úgyhogy kérlek, hogy ajándékozz meg bennünket egy üzenettel. Engem sokszor megcsodálnak, mint csodabogat, hogy tudok cigány közösségben élni, én pedig azt nem tudom elképzelni, hogy lehet azon kívül élni. És ez egyszerűen azért van, mert a családi emberi kapcsolati háló az a legfontosabb ajándék az ember életében. Tehát én, ha üzenhetek, akkor egyrészt azt üzenem minden cigánynak, hogy a családját azt nagyon féltve ápolja, szeresse, és a családi kapcsolatokat szeresse. A kívülállóknak, vagy nem cigányoknak pedig azt, hogy
nekik ugyanerre szükségük van, tehát ha látják, akkor nyugodtan próbálják meg elfogadni és utánozni. Nagyon szépen köszönöm ezt az üzenetet, azt is köszönöm, hogy itt voltál és megajándékoztál a szavaiddal. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet, kérem tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolnatáj Televízión.